Mi is úgy készültünk, hogy a Paks egy nyilván a bajnokság élolvasa volt, nem is tudom, talán egy 4-5-ös győzelmi szériába jöttek ide Fejérvára, de hát, hogyha megnézzük a meccs összképét, szerintem teljesen megérdemelten győztünk még ilyen nagy arányban is. Egész mérkőzésen remekül betartottuk azokat a taktikai dolgokat, amiket az edzők ért tőlünk, úgyhogy tényleg nagyon elégedett voltam meccs után. Csapatként játszottunk, ami nagyon fontos szerintem, úgyhogy itt a körmendeli mérkőzés előtt ez egy nagyon önbizalom győzelem volt a csapat számára. Pont azok a dolgok, amiket elmondtál, majd most a körmend ellen is nagyon kellenek, mert szintén egy nagyon jó kis csapat érkezik itt a bajnokság keretében. Hát igen, most rangadó hátán jön. A körmend is egy jó szériában. Egy komoly csapatról van szó. Szerintem nagyon jól megtalálták a légiósok, fiatalok, rutinosabb játékosoknak így az egyvelegét, úgyhogy biztos, hogy nehezebb mérkőzés lesz, mint ami volt szombaton. De én nagyon bízom a csapatban. Nagyon remélem, hogy a sérült játékosok közül esetleg valaki tudja válni a játékot, mert azért nagyon hiányoznak a rotációból. De ebben nem vagyunk még biztosak, ez majd nyilván meccs előtt fog eltűnni, hogy valaki hadrafogható-e. A fiatalok eddig tényleg az összes mérkőzésen nagyon-nagyon jól szálltak be. Abszolút lehet őket használni egész mérkőzésen. Úgyhogy nyilván most 2 napunk van felkészülni a körmendből. Videózunk belőlük, megnézzük az erősségeiket, gyengeségeiket, és tényleg egy jó mérkőzésen szeretném folytatni a győzelmi szériánkat.